A közhiedelemmel ellentétben a közterület felügyelet nem csak büntetni és kerékbilincseket tud osztogatni, feladatuk ennél sokrétűbb. A mai biztonsági zónában a Ferencvárosi Közterület felügyelet munkáját ismerhetik meg. Idén februártól a Ferencvárosi Közterület felügyelet új helyre költözött. Jelenleg hány munkatárssal dolgoznak együtt? A Ferencvárosi Közterület felügyeletnek 45 fős a létszáma. Ez 5 vezetőt jelent, 10 parkőrt és 30 közterület felügyelőt. És hogy megértsék az emberek is, mik a konkrét funkciók, melyeket ellátnak? Azokon a feladatokon kívül, amit ugye a nagyközönség, az állampolgárok ismernek, ugye a szankcionálás, a kerékbilincs, a gépjármű elszállítás mellett, a Ferencvárosi Képviselőtestület több olyan a lakosság szempontjából fontos probléma megoldását is ránk bízta, amelyik eddig nem a Ferencvárosi Közterület felügyelethez tartozott. Ilyenek például a térfigyelő rendszerben való közreműködés. 2010. decemberében döntött úgy a képviselőtestület, hogy a kamera rendszert közösen üzemeltessük a 9. kerületi rendőrkapitánysággal, és ez akkor 2011. január 3. óta veszünk részt mi is ebben a szolgálatellátásban, két fővel, szolgálatonként két fővel, egyik fő a vonuló szolgálatnak a tagja, a másik meg magát a kamerarendszert figyeli. A mi munkánkat nagyban segíti, a közterületen elkövetett szabálysértések a kamerarendszer tudja rögzíteni, visszakövethetőek, utána nézhetőek, dokumentálhatóak. Egy bejelentkezés kérek egy helyszínről. Február 16-ától a Lélekpont program keretében a Ferencvárosi Közterület felügyelet dolgozók is részt vesznek a hajléktalan segítő szolgálat munkájában. A FESZNYI munkatársai a Lélekpont program keretében a Ferenc körült 8 szám alatt a közterület felügyeletnek a székhelyén az ügyfélszolgálaton kaptak elhelyezést. Ide lehet bejelenteni bármilyen hajléktalanokkal kapcsolatos problémát, és a bejelentett problémára a Ferencvárosi Közterület felügyelet és az utcai szociális munkások közösen mennek ki, és próbálnak segíteni a hajléktalanokon. A közterület felügyelettől kaptunk értesítést arról, hogy egy hajléktalan férfi tartózkodik itt, és megkértek minket, hogy jöjjünk ki és nézzük meg, hogy mit lehetne tenni az ő érdekében. Oda mentünk az úrhoz, bekérdeztük, hogy van-e szüksége valamire, szállóra szeretne menni, esetleg ruházkodásban vagy egészségügyi ellátásban szeretne részesülni. Ő sajnos nem tart igény semmilyen segítségre, 2003 óta tartózkodik itt a környéken, az éjszakákat nem itt szokta tölteni, neki ez az állapot így megfelelő, úgyhogy segítséget nyújtani az ő számára jelen pillanatban nem tudtunk. Felajánlottuk neki, hogyha a jövőben meggondolná magát, akkor az irodánkban nagyon szívesen várjuk őt, hogy szállót tudjunk neki keresni, vagy hogyha bármi másban szüksége van segítségre, akkor segítünk. Állampolgári bejelentésre is kiérkeztek? Szükség esetén igen. És miről szól konkrétan általánosságban ez a szolgálat? A Lélekpont program a Ferencvárosban hajléktalanná vált embereknek nyújt segítséget, akiknél az önkormányzatnál bizonyítani lehet, hogy a 9. kerületből váltak hajléktalanná, őket be tudjuk venni ebbe a Lélekpont programba, és ők nekik elsősorban munkát keresünk, hogyha szükséges szállóra jutásban, hogy tudják hol tölteni az éjszakájukat, és munkába állításban segítünk nekik, valamint hogyha megfelelő a motiváció és az együttműködés gördülékenyen működik, akkor évvége tájéken lesznek szociális bérlakások, ahol őket el fogjuk tudni helyezni. Önökhöz tartozik a parkőr szolgálat is, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a Ferencvárosban jelen pillanatban 5 parkot őriz a parkőrség. Ez úgy történik, hogy ugye ezeknek a parkoknak a nagy része már nyitható, zárható, kimegy a parkőr, kinyitja a parkot, és arra
figyel leginkább, hogyha valamilyen rongálás vagy játszótéri parkban lévő dohányzás, italozás folyik, akkor első körben felszólítja ennek a tevékenységnek az abbahagyására. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor ezt bejelenti a közterület felügyelet diszpécser szolgálatának, és akkor a közterület felügyelet jár, mivel két közterület felügyelő kimegy és intézkedik. A közterület felügyelő igazoltathat? Természetesen a közterület felügyelő az hivatalos személy igazoltathat, és amennyiben az igazoltatáskor az igazoltatott személy nem adja át az igazolványát, akkor feltartóztathatja a rendőrség érkezéséig. Végezetül beszéljünk egy picit az újabb jogszabályokról. Közterületen való dohányzást ugye tavaly év óta jogszabály tiltja. Ezt a felügyelőink ellenőrzik. A tavalyi évben parkokban 9 szemét bírságoltak meg a dohányzás miatt. A közterület felügyelet munkája a nyári időszámításban kiterjed a Rádai és Tompa utca vendéglátó helyeinek nyitvatartás és zajkibocsátást ellenőrző tevékenységre is, melyet a 9. kerületi rendőrkapitányság segítségével teszik. A legtöbb helyen ugyanis 23 óra 30 perckor el kell kezdeni összepakolni, azaz éjfélig be kell zárni a vendéglátó helyet. Az esetek döntő többségében betartják az üzemeltetők az előírtakat, akik nem, azok ellen bírságot alkalmaznak.